És akkor azt szeretném kérdezni, hogy ugyan már a terepen kellene lennünk, de hogy esetleg a két előadóhoz, vagy akár aki még itt NSZKHK részéről van, vagy rendőrség részéről, hogy valamilyen adatot még esetleg ez így hozzátennénk az adatok szintjén, vagy van-e kérdésetek, itt Gergő felvetette, még itt akár a Varázsdohány téma is említette ezt, tehát van-e olyan dolog, ami esetleg itt kérdés, érdekesség, bármi még, mielőtt belevágunk a terep ügyekbe. Mondd, Péter. Jó, akkor én kezdem. Nagyon szépen köszönöm, mind a két előadás nagyon informatív volt és érdekes. Több kérdésem is lenne, de hogy talán azzal kezdeném, hogy Gergő, itt te belementél picit már be a spekulációba, hogy akkor most itt arról van ez szó, hogy ez a szer, ez ennyire potens lenne, tehát ilyen erős a receptor affinitása, és azért okozta ezeket a haláleseteket, vagy tüdőadagolásokat, tehát hogy kémiailag más a struktúrája, mint a többi szintetikus kanabinoidnak, vagy egyszerűen tényleg arról volt szó, hogy itt most egy olyan szállítmány került ki a piacra, amit egyszerűen elrontották az adagolását. Hogy itt van ezzel kapcsolatban valami hipotézisetek, vagy hipotézise valakinek, hogy melyik az, ami a meggyőzőbb magyarázat erre, hogy mi történt itt most. Tehát, hogy ez a bika, ez önmagában volt ennyire potens szer, vagy itt tényleg arról van szó, hogy valaki nagyon elrontott valamit ott a sufni tuning előállítás során. Illetve csak még ehhez kiegészítőleg, hogy itt felmerült, mint talán Éva is mondta, meg Gergő is mutatta azt a fényképet, hogy a homogenizáció aztán nem sikerült elég jól, hogy mondjuk ez a szer, ez más, hogy homogenizálódik, mint a egyéb kanabinoidok, tehát, hogy ha valaki körömlakban már több éves gyakorlattal remekül oldja ezeket a szereket, akkor egyébként ez valahogy máshogy oldódik, de végülis a Péter kérdéséről szól. Elvileg nem. Szerkezete természetesen kismértékben eltér, hát azért más vegyület, de olyan nagy mértékben nem mutat eltérést. Persze ezt a klinikai vizsgálatok vagy fogják megmutatni, de nem. Szerkezet alapján nem. Ezért emeltem ki, hogy sem a lefoglalási tételek nagysága, a hordozóanyag, semmi nem mutat olyan extra jelenséget, ami lehet, hogy mással együtt fogyasztva, vagy olyan kölcsönhatás van, ez elképzelhető. Kicsi lehet a hatásos adagja. Valószínűleg például ezek a szintetikus kanabinoidok, amik ilyen sokáig megmaradtak a piacon, a várt hatást váltották ki. És nem olyan mellékhatással, és valószínűleg ezért váltak be a piacon. Az ADB-fubinakánál is, ha jól emlékszem, a hatásos adag az, ami nagyon kicsi az adott vegyületre. És ezért történt a Facebook tablettánál is, ott volt több haláleset. A heroin, visszatérve az általad említett heroinos x évvel ezelőtti esetre, ott az volt, hogy más csapat vette át a budapesti heroin piacot, én úgy emlékszem, és kimaradt egy hígítási lépés. Tehát ez megint a töménység, ha emlékeim nem csalnak. Akkor is ez volt. Egyébként itt a halálesetek, annak azt nem láttam, hogy olyan táblázatot mutattatok, hogy ezek a halálesetek, ezek valahol földrajzilag köthetők az országnak valamelyik részben. Nálam én nem tudok ilyen leválogatást csinálni, nálam nem futnak össze, gondolom Gergőjék esetleg. Gergő? Az eredeti kérdés, tehát én nem vagyok ugye ennek a témának ilyen biológusi szinten szakértője, de a receptor affinitásra láttunk egy svéd adatot, nem volt kiugró. Összességében még a metilaminorexes időkben mondta azt Róna professzor, hogy de gyerekek, hát itt százasával rohangálnak az utcán, ennél sokkal nagyobb koncentrációval emberek, és állítják őket elő a rendőrök, és kutyabajuk nincsen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy itt is valahogy ez, és akkor mondta, hogy ne próbáljuk a ciánnak beállítani azt a vegyületet, mert hogy nem az. Én is azt gondolom, hogy itt a higítás környékén lehetett a probléma, nem magával a 4-FMDMB bikával. 13 országból nem érkezett, 13 országban azonosították, hogy fogyasztották ezeket a szereket, és nem érkezett hír halálesetről. Azért az, hogy
hogy valaki cigarettába teker növényi törmeléket és sárga, göbös bikát, tehát por formájában megtekeri ciginek, az olyan szintű, és beleslukkol, belehal, vagy a társa belehal, szóval az olyan szintű amatőrizmusra utal, mert bocsánat, ami azért szerintem inkább a bűnüldözők számára információ, hogy lehet, hogy ez nem az a kör, aki eddig olyan rutinosan csinálta a higításokat. Van egy ilyen anekdota arról, de ez már spekuláció, tehát én itt ezt kérem kivágni, jó a jegyzőkönyv. De hogy volt egy sztori, nem is tudom, hogy hazai-e, a betonkeverőről, amikor a növényi törmeléket berakják, ott van az aljába, aztán rálocsolják, és hát nyilván a folyadék lefolyik, lehet, hogy az alján töményebb, a tetei hígabb az a keveréken, aztán ki miből kap, vagy a betonkeverő milyen szintjéről származik az a cucc, amit ő megteker. Tehát, hogy én azt gondolom, és ami ebben érdekes volt, az a pika, tehát az 5FMDMB pika egy évvel korábban, hogy ott volt azért 14 olyan eset, ahol utólag vettük észre, hogy itt azért valami baj lehet, tehát vagy nem jól sikerült a higítás, vagy a pikával. Tehát, hogy az biztos, hogy itt a hatáserőssége az nagyon magas ezeknek, vagy a hasznos mennyiség az nagyon alacsony ezeknél a szereknél. Tehát, hogy az adagolással nagyon-nagyon fontos vigyázni. Mondom, amellett, hogy ehhez nagyon hasonló az MDMB 4-en pinaka, aztán nem kötődik hozzá sürgősségi ellátási esemény olyan nagyon kiugró mértékben. Okay. Tehát én ide tenném a voksomat, de hát azt meg azért látni kell, és egy picit jó volt ebben a történetben a jó üzenet, hogy azért megcsörrennek a telefonok, tehát hogy az OMSZ, vagy a mentőszolgálat, vagy a Péterfi Toxi, vagy a rendőrség, vagy az NSKK, vagy az igazságügyi szakértők, szóval hogy van egyfajta ilyen kooperáció a szereplők között, tehát hogy láttátok azt, hogy 5. hó 25-én történt az első haláleset, 5. hó 27-én azonosította az NSKK azt a vegyületet, tehát hogy nem volt egy olyan nagyon hosszú lappangási periódus ennek az anyagnak az esetében, valószínűleg nincs ez így a többi anyag esetében sem. Szóval, hogy relatíve jól, sőt, nem lehet, nagyon jól működött ez a kooperáció a szervezetek között. Tehát fogjuk tudni, hogyha valami veszélyes dolog megjelenik a piacon, fogunk tudni szólni az érintett szakmai szervezeteknek, utcán dolgozó vagy terepen dolgozó szakmák. Szóval ez mindenképpen egy jó üzenet. Amúgy meg szerintem nem bikáról kell beszélni, hanem a herbál jelenségről, unblock. Van egy, csak akkor még csak egy nagyon röviden, aztán még este Péter még mondta, hogy van még kérdés, hogy itt ez a földrajzi elhelyezkedés, abból láttatok valamit, vagy van ilyen? Nem volt területi mintázódás. Péter, van még kérdésed? Én esetleg még hozzászólhatok. Igen, még Adrián is, igen. Mondd akkor, Adrián. Jó, én akkor Dobos Adrián vagyok az NSZKK-nak a Toxikológiai Szakértő Intézetéből. Sajnos mi előadásait nem tudtunk készülni, de tegnap azért próbáltam is statisztikákat összegyűjteni. Most tény, hogy a legtöbb haláleset az csak minőségileg tudtuk azonosítani az elején. Volt kapható standard, de nem Európában hozzá, és az időbe telt, mire beérkezett. És egy idő után már decembertől tudtunk mennyiségi eredményt is adni, és most tegnap próbáltam így visszamenőleg megnézni a halálesetekben a koncentrációkat. Nyilván visszamenőleg ez messze nem olyan pontos, mint hogyha akkor adott pillanatban tudtuk volna lemérni. Ezt a módszert, amit így kitaláltam és kiviteleztem, azt megpróbáltuk visszaellenőrizni is. Ez azt jelenti, hogy mondjuk kis koncentrációknál egész pontosan meg lehetett kvantizni a régi mintákat is, de nagyobb koncentrációknál akár 35%-os eltérés is lehet ahhoz képest, amit én most kapok, meg ami valójában volt.
Viszont nem tudom, meg tudom-e osztani én is a képernyőmet hozzá. Igen. Egy pillanat. Hát, ezt a vérkoncentráció ábrát kaptam, most nem tudom, látják-e? Igen. Hát az első, az a mostanában elég gyakori MDMB 4-en PINAK a anyavegyület vérben mért koncentrációja, ez 148 adat összesítéseit. Ez a második rész, ez a 4-es MDMB BICA, ez olyan vérkoncentráció, ami csak 15 adatból van, de ez az élő emberekbe származó vérkoncentráció, és ahhoz képest az így utólag visszaszámolt, akár 35%-os eltéréssel is rendelkezhető vérkoncentráció a halotti mintákból, 21 esetből, hát jelentősen nagyobbnak tűnnek. Nyilván ez egy visszafele irányuló spekuláció, úgyhogy ezt nagyon ilyen zárójelbe kell tenni, de azért ez egy elég jelentős eltérésnek tűnik, ami mondjuk esetleg alátámaszthatja a dozírozás való hát elszámolási feltételezést. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Igen, Gergő, szeretném válaszolni? Ez nagyon jó, amit Adrián mutatott, csodálatos. Ez benne lesz a jelentésben, remélem. Csak azt akartam mondani, hogy amikor a metilaminorexes sztori volt, vagy a Facebook tablettás, akkor ott a rosszulétes, akár rosszulétes esetek, tehát aki nem halt meg a végén, de mentőszállította, és akkor történtek, ott egy-egy ott csoportokban történt. Tehát összefüggő esetek voltak, helyileg is, a személyek ismerték egymást, vagy együtt fogyasztottak, vagy egy faluból származtak, ahol ezek történtek, tehát azt gondolhatjuk, hogy az az eresztés, vagy becs, az oda magas koncentrációban jutott, és akkor azt használták, itt nem volt ez. Ami meg még szerintem érdekes kérdés, az az, hogy ha a biológiai mintákban ennyire van mellette mondjuk MDMB4-en PINAKA, vagy korábban 5F-MDMB PIKA, ami teljesen életszerű, hiszen ezek a szerek voltak dominánsak, vagy a top szerek akkoriban a piacon, hogy ki keverte ezeket össze. Mert ha az Évi azt mondja, hogy a lefoglalásokban nem volt, hogy akkor azt a használó keverte össze a különböző herbál mixeket egy cigibe, vagy a dealer szintjén keveredtek ezek a növényi törmelékek össze, vagy öntötte össze, aztán úgy adta ki. Tehát, hogy kerül emberünkbe, vagy az elhunytba, 2-3 különböző szintetikus kanabinoid, hogyha a lefoglalások ezt nem igazolják, akkor az hogy keveredik be? És ez azért érdekes, nem mert hogy lehet, hogy nem csak egyszerre kellene a vérvizet koncentrációt nézni, hanem többszerre is érdemes lenne nézni, hát arról meg, hogy ez a többszernek hogy alakul az aktív periódus a fél idő előtt, vagy milyen kölcsönhatásban vannak ezek a szerek együtt, hát az meg már a csemege lenne a témában. Azért ehhez, ha szabad, még azt tenném hozzá, hogy esetleg a toxikológia oldalról több szert mutatunk ki, az egyáltalán nem tartom ellentmondásnak azzal, hogy mondjuk a KVSZ-ben pedig azt mondják, hogy a 3/4 egyébként tiszta hatóanyag volt, tehát nem volt keverve. Ugyanis, hogyha most valaki elszív egy herbáros cigarettát, amiben mondjuk MDMB4-en PINAKA van, majd másnap kap egy másik cigarettát, mert rendszeres fogyasztó, abban BICA van. Mire eljut hozzánk a mintája, 2-3 nappal korábbi összegyűlik az ő szervezetében, tehát lehet, hogy nem előtte volt ez így össze mixelve, hanem már az ember szervezetében minden, ami bekerült, azt mindig ki fogjuk tudni mutatni. Tehát amit mi kimutatunk, az nem azt jelenti, hogy ő egy dolgot fogyasztott, és azt ilyen kombinációban, hanem lehet, hogy ez egy ilyen 3-4 napra visszanyúló fogyasztásnak a mintázata, amit végül kijön, és akkor azt látjuk, hogy van benne ebből is egy pici, abból is egy pici, de mondjuk egy harmadik, vagy egy negyedik már nagyobb koncentrációban van benne. Viszont ez tényleg lehet az is, hogy így volt keverve, és egy-két dolog csak nyomnyi mennyiségben volt benne, és ezért lett ilyen a biológiai mintának az eredménye, és az is lehet, hogy az egyiket korábban fogyasztották, a többit pedig
ez egy kis fogyasztásból van, és azért vannak ezek az eredmények. Úgyhogy bármilyen. Igen, nyilván mondjuk ennek valamiféle megoldás akkor lehetne, hogyha mégiscsak lenne akár úgy területi, tehát hogy hol halt meg, azon a tökörnyéken voltak-e rendőrség lehullalások, ott mixeket foglaltak el le, vagy különféle szereket, és akkor a végén, ha nagyon jól jönnek össze az adatok, akkor tudunk talán pontosabb képet. Mondd, Éva? Szólni akartál? Igen, hogy egyetértek, én is ezt szerettem, hogy vártam, ebben illetékes az Adrián, hogy azért az ellenkezőjét is tudom mondani, hogy pár évvel ezelőtt már nem emlékszem, melyik négy szintetikus kannabinoid olyan kombinációban volt jelen, hogy több lefoglalást, pont abban a sávban, ahogy mutattam, Magyarországon átnyúló sávban, egy kelet-magyarország és pécsi lefoglalást össze lehetett kötni. Nyomozati ízéből is, és a kémiai mintázat alapján. Tehát ez is előfordul, de én is ezt szerettem volna mondani, mint az Adrián, hogy egymás utáni fogyasztás.